Balogh Zoltán nyilatkozott, annyit mondott, hogy ennek ellenére úgy érzi, nem neki kell magyarázkodnia, hanem azoknak, akik most mindenfajta nyilatkozatokat kiadnak, mert hiszen a romák elleni gyilkosság sorozat is a Gyurcsány-Bajnai kormány idején volt. Most azzal védekezik, írja a hvg.hu, hogy felderítésekkel és hazugságokkal, ferdítésekkel és hazugságokkal támadják éppen őt, aki már akkor a roma holokausztal kapcsolatos megemlékezést szervezte, amikor még sem miniszter, sem államtitkár, sőt, még politikus sem volt. Daróczi Ágnes a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Válasz elfogadva? Egy kicsit bonyolultabb a helyzet. A cigány közösségi oldalak felrobbantak, amikor tulajdonképpen vasárnap, amikor ráértek a népek olvasni, és megdöbbenéssel és értetlenül álltunk a kifejezés előtt. Megdöbbenéssel és értetlenül, hiszen semmiféle összhangban nincs azzal sem, amit Áder János, a köztársaság elnöke mondott, sem azzal, amit végre 70 év után legalább megemlékeznek róluk Inota Grabler-tónál, és ott az igazságügyminiszter mondott. Mind a kettő nagyon korrekt beszéd volt. Én nem akarom mentegetni Balogh Zoltánt, szó nincs róla, de el nem tudom képzelni, hogy más összefüggésben, mint kifejezetten és csak szűken az Auschwitz-Birkenaui elkülönített cigány lágerre érthette, hogy oda nem deportáltak magyarokat, még, de hogy, ez sem stimmel. Hogy pontosabban is fogalmazhatott volna, hogy ő arra gondolt, hogy az a fajta szervezett deportálás direkt módon koncentrációs táborokba, ami a magyarországi zsidósággal történt, nagyon nagy szégyen, és a magyar állam a roma holokausztban más szerepet játszott. Ez nem egészen így van. Az a baj, hogy minden nép történelmét a saját kontinuitásában kell vizsgálni. Hogyha a cigányokról, meg mindarról, ami a cigányokkal Magyarországon történt, mindig csak a zsidóság történelme felől közelítünk, akkor semmit nem fogunk megérteni. Először is kezdjük ott, hogyha ilyen kényszerű összehasonlítgatások vannak, hogy a zsidóság a kiegyezés után emancipált volt. Teljes jogú állampolgárok voltak, akik ráadásul ugye, mint hogy az írás népe, azok a tudások, amelyek az iskolában, szervezett formában megszerezhető tudásokhoz kötődtek, azok rendkívüli módon fontossá tették az ő vállalkozó készségüket a magyar gazdaságban. A cigányok ezzel szemben nem voltak teljes jogú állampolgári státuszban. Sőt, azt kell mondanom, hogy ennek éppen ellenkező folyamata zajlott le. Ugye, hogyha megnézzük, Zsigmond német-római császártól kezdve a Rákóczi szabadságharcon keresztül 1848-ig bezárólag kiváltságokat kaptak a cigányok, mert azok a szakmák és tudások, amelyekkel bírtak, olyan rendkívüli fontossággal bírtak a magyar gazdaságban. Na jó, de ezek a igen, ám, gazdasági vagy kulturális különbségek, adottságok, jellemzők, ezek a történelmet nem másíthatják meg, nem mondhatják azt, hogy tehát nem írja át a történelmet, hogy honnan indult a vonat, és hány embert vitt el. Ez, még egy picit foglalkozunk a történetel a maga részletességében. A cigányok esetében nem volt szükség 44-ben, vagy nem tudom, a 40-es években meghozott külön cigánytörvényekre, mert hogy már életben voltak. 1916 óta életben volt a 15 ezres rendelet. 1928-ban, 1931-ben, 1938-ban is hoztak olyan rendeleteket, amelyek szűkítették, nyomorították, lehetetlenné tették a cigányok életét. Erről szóló tanulmányköteteket hozott most? Mert látom, hogy... Hoztam dokumentumkötetet. Ugye a Magyarországi Cigánykérdés dokumentumban 1422-1980 a Tauber István
Mezei Barna és Pomogyi László által szerkesztett kötet közreadja ezeket a rendeleteket. Én itt készülődvén ide raktam a jelzést, például a kokáért, ugye, de ezekben is fellelhető. És már feldolgozott. Ezekben is fellelhető. Akkor hogy tudja ezt értékelni, aki ma politikusként ilyet mond, és ellentmond mondjuk a köztársasági elnök, ahogy említette, kinyilatkozásának, ellentmond ezeknek a történelmi kutatásokat tartalmazó köteteknek. Miért? Nézze, egy miniszternek nem kell mindent tudnia, az az apparátus dolga. Az apparátus dolga, hogy felkészítse őt. Hogyha egy ilyen rendkívüli fontossággal bíró évforduló jön, mint a holokauszt 70. évfordulójának a roma vonatkozása, akkor fel kellett volna készíteniük a minisztert arra, hogy Auschwitz és az augusztus másodikai megemlékezés nem egyszerűen arról szól, hogy Auschwitz-Birkenau elkülönített cigánylágerét felszámolták, likvidálták, megszüntették egyetlen éjszaka. Tudatlanságból volt. És hogy csak akkor közel 3000 embert gyilkoltak meg, hanem Auschwitz szimbólum a cigányok számára épp úgy, mint a zsidók számára, hiszen két nép volt, amelyet a származása miatt hurcoltak el. Szóval úgy érzi, hurcoltak el, és akartak megsemmisíteni. És tették is. Tudatlanságból volt ez a kijelentés, úgy gondolja? Azt remélem. Köszönöm szépen, hogy itt volt.